Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Hiala Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Saját rokonát verte át milliókkal, gyerekkora óta segítette az áldozat az elkövetőt. Fejlesztések a Wunderland óvodában, napelem került az intézmény tetőszerkezetére. Szabadtéri tüzek a tavalyi évhez képest sokkal kevesebbszer riasztották a lánglovagokat Tolna vármegyében. Feltöltötték az üres helyeket, rendben elkezdődött a tanév a tolnai iskolákban és óvodákban. Több mint 10 millió forinttal károsította meg saját nagynénjét egy nő. Több részletben kért tőle pénzt, volt, hogy azt mondta, ingatlan vásárlása kell, vagy éppen az autója szervizelésére. Az áldozat még azt a számlát is kiürítette, amin a megtakarítását tartotta, csak hogy segítsen az őt átverő rokonnak. A kölcsön viszont soha nem lett kiegyenlítve. Az ügyből ezért rendőrségi nyomozás, majd bírósági eljárás lett. 15 éves kora óta támogatta anyagilag a most sértetté vált asszony az őt megkárosító unokahúgát. A vádlottá lett fiatalabb nő 2019-ben kért kölcsön először nagyobb összeget a rokonától. Akkor 1,5 millió forintot kapott, amit elvileg egy siófoki ingatlan átiratására kellett volna költenie. Később újabb 1 milliót kért, azt mondta, az autója javítását finanszírozza belőle. De volt, hogy közel 3 milliót csalt ki a nagynényétől, abból a kölcsönből egy vállalkozást akart indítani. Az átvert asszony még egy megtakarítási számláját is megszüntette, hogy az azon levő 5 millióval támogassa a vádlottat. A pénz végül hiába kérte, sosem kapta vissza, ezért előbb a rendőrséghez fordult, majd a bírósági tárgyalóteremben találkoztak újra az őt megkárosító nővel. Az ügyészség a vádlottat jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalásbüntettével vádolja. Az előkészítő ülésen jelenlévő vádlott a váddal egyezően beismerte a bűnösségét, és vállalta azt, hogy a cselekményével okozott kárt a sértetnek megtéríti, azaz a vádiratban foglalt több mint 10 millió forintot a sértett részére visszafizeti. Vagyis a csalás miatt felelni kénytelen vádlott abban bízik, hogyha megtéríti a több mint 10 millió forint kárt, akkor enyhébb ítéletre számíthat. Így az ügyben még legalább egy tárgyalást biztosan tartanak majd. A vádlott nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, ezért az ügyet az előkészítő ülésen nem lehetett befejezni. A bíróság a büntetés kiszabási körülmények tisztázása érdekében tárgyalást fog tartani az ügyben, amelyet a jövő évre tűzött ki. A saját nagynénjét átverő vádlott egyébként akár 8 év börtönbüntetést is kaphat. Gázömlés miatt le kellett zárni az Otthon utcát Szekszárdon, közölte a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, ugyanis autóval nekihajtottak egy gázórának, és ennek következtében eltört a vezeték. A szabadba áramló gáz miatt lezárták az adott szakaszt. Napelem került a Wunderland óvoda tető szerkezetére idén nyáron, ezzel jelentősen csökkentve az egyre magasodó energiaköltségeket. A jövőben több hasonló beruházást is terveznek még az intézményben. Közel 15 millió forint támogatást nyert el a Wunderland, a szekszárdi német nemzetiségi önkormányzat óvodája a tavasszal benyújtott pályázaton. 2023-ban az intézmény célkitűzése közé tartozott az energetikai korszerűsítés, az épület környezetbarát, fenntartható üzemeltetése, lehetőség szerint megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú használatával, illetve a lehető legköltséghatékonyabb, legjobb ár-érték arányú üzemeltetés megvalósításával. Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárság pénzbeli hozzájárulásával idén, augusztusban felkerültek az ehhez szükséges napelemes panelek. A beruházás az óvoda harmadik ütemben megvalósított energetikai korszerűsítése volt. Az intézményünknek az energiafelhasználását napelemrendszerek kiépítésével szeretnénk kiváltani, és ez a támogatásnak köszönhetően meg is valósulhatott az idén nyáron. Augusztusban került sor a napelemes paneleknek a felhelyezésére, 3 különböző pavilonnak a tetőszerkezetére kerültek fel napelemek, 70 panel került felszerelésre,
ami most jelen pillanatban az intézmény energiafelhasználásának 50%-át tudja lefedni és biztosítani. Az első ütemben még 2021-ben már modernizálták a fűtés egy részét, ahol megújult a teljes fűtési csővezetékek rendszere, illetve a fűtőtestek és radiátorok teljes cseréje is megtörtént. A második ütemben a távfűtés hőközpontját felváltotta a hőszivattyús fűtési rendszer, így is csökkentve az egyre magasodó rezsiárakat. Van az energiafelhasználásunk 50%-át tudjuk ezzel a napelemrendszerrel kiváltani, a többit továbbra is a szolgáltatótól vásároljuk, és a jövőre nézve ugye még célunk, hogy az intézménynél a teljes 100%-os lefedettség meglegyen, tehát bízom benne, hogy a következő évben is megkapjuk a támogatást a miniszterelnökségtől, illetve a fenntartó német önkormányzatnak a segítségével akkor be tudjuk fejezni ezt a most már 4 ütemből álló teljes energetikai korszerűsítést. Nem elhanyagolható az sem, hogy a gyerekeket idáig is a fenntarthatóságra nevelték, most pedig egy újabb lépést tettek a környezettudatosság felé. A gyerekek megújuló energiával fognak találkozni, nekik már később természetes lesz a környezetünk védelme és megóvása. 8 éve áll a magyar határon 165 km hosszú és 4 méter magas kerítés. Ez idő alatt csak nem 1 millió migráns tartóztattak fel a hatóságok, közölte a kormány szóvivő kedden. Szentkirályi Alexandra azt mondta, jelenleg Magyarország védi legharcosabban az európai határokat az illegális bevándorlóktól. Hozzátette, ezáltal is eleget tesz a schengeni megállapodásban vállalt kötelezettségének, amely megköveteli az Európai Unióba tartó határsértők megakadályozását. Magyarország már 600 milliárd forintot költött határvédelemre. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója arról beszélt, az embercsempész bandák egyre szervezettebbé válnak. Előfordul, hogy 100-200 tagú csoportok próbálkoznak, vagy egy időben 19 helyszínen kísérlik meg illegálisan átlépni a határt. Amíg a 2022-es év száraz és aszályos volt, addig az idei nyár jóval csapadékosabbnak bizonyult. Ennek köszönhetően kevesebb alkalommal riasztották szabadtéri tűzesetekhez a Tolna vármegyei lánglovagokat. Lényegesen csapadékosabban alakult az idei nyár az előző évekhez képest, mindez a szabadtéri tüzek vonatkozásában is megmutatkozott. Ebben az esztendőben augusztus 31-ig 90 esethez riasztották a Tolna vármegyei lánglovagokat, amíg 2022 azonos időszakában 180 hektárnyi terület vált a lángok martalékává, addig idén ez a szám sokkal kevesebb, 33 hektár. A mezőgazdaságot, valamint az erdőgazdálkodást illetően pedig 2023-ban 37 még 2022-ben 77 tűzesethez riasztották a tűzoltókat, ezek ugye a szabadtéri tűzeseteken belül, ezek külön kategória, és még az idejében 17 hektárnyi, addig tavaly 159 hektárnyi erdő, valamint mezőgazdasági terület vált abszolút így a lángok martalékává. Ősszel egyébként a zöld hulladék mennyisége is jelentősen megnő, ezért az utóbbi elégetésének szabályairól érdemes az adott település önkormányzatánál érdeklődni, mondja a szóvivő. Nyilván célszerű ezben tartani, vannak alternatív lehetőségek is ennek, ugye az eltüntetésére, most akár a komposztálás, vagy akár ha a település másmilyen formában gondoskodik arról, hogy a zöld hulladékot tovább vigye. Tehát aki egyébként erre adná a fejét, az minden esetben tájékozódjon a helyi önkormányzat, illetve legyen tekintettel egyébként adott esetben a szomszédjára is, hogyha éppen nem a megfelelő napon és napszakban végzi ezt a tevékenységet, akkor onnan is elképzelhető, hogy majd érkezik egy-egy rossz halló egyébként gondolat. A szóvivő hozzátette, hogy ilyenkor csak akkor a tüzet gyújtsunk, amit kezelni is tudunk, emellett mindig legyen a tűz irányítására és eloltására alkalmas eszköz a kezünkben. Országos szinten nagyon magas a parlagfű pollen koncentrációja, a héten jelentős változás nem várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ kedden. Az aeróbiológiai hálózat mérési eredményei alapján az idei parlagfű pollen szezon a tavainál erősebb. Tüneteket okozó közepes koncentrációt először július utolsó hetében az előző évinél néhány nappal korábban regisztráltak. Az országos átlag néhány nappal hamarabb érte el a közepes szintet, valamint a magas és nagyon magas koncentrációi napok is korábban jelentkeztek. Az allergiás tünetek gyógyszeres kezeléssel csökkenthetők, írták. Vármegyei fordulókkal szeptemberben indul az országos haditorna verseny, közölte a Honvédelmi Minisztérium.
Kiemelték, a megmérettetés során a fiatalok kipróbálhatják magukat különböző, a honvédelemhez kapcsolódó sportos feladatokban, ezáltal fejleszthetik magukat fizikailag és mentálisan, ráadásul közelebbről is megismerkedhetnek a katonasággal. A megmérettetés elsődleges céljának a magyar honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését, továbbá a sport és az egészséges életmód népszerűsítését nevezték. Azt írták, a résztvevők a közös kihívások leküzdése során megtapasztalják, milyen az igazi csapatszellem. Próbára tehetik erőnlétüket, rátermettségüket, bizonyíthatják helytállásukat. A fiatalok már a versenyre való felkészülés során olyan ismereteket, készségeket sajátítanak el, amelyeknek a civil életben is hasznát veszik, tették hozzá. Sikerült feltölteni a hiányzó pedagógus státuszokat Tolnán, így rendben elkezdődött az idei tanév a városban. Eközben az óvodákba is visszatértek a kicsik. A településen 16 csoporttal működnek ezek az intézmények. Kerekecske gombocska, volt egyszer egy gombocska. Mondókákat gyakorolnak a tolnai Ötvös utcába járó alsós kisdiákok. Az intézményben nem indult könnyen az idei tanév. Volt olyan tanár, aki nyugdíjba ment, vagy másik iskolába dolgozni, és pályaelhagyók is távoztak. Júliusra viszont már a legtöbb szakembert sikerült pótolni. Júliusra a tanítónéniket sikerült maradéktalanul helyettesíteni új kollégákkal, viszont a szakos ellátottság okozta a nagyobb kihívást, főleg matematikából, fizikából, testnevelésből, így az utolsó hétre sikerült mindenkinek kiosztani az órákat, tehát szerencsére el tudtuk jól indulni. A felvételkor épp kanálcsörgéstől, de leginkább gyerekzsivajtól hangosak újra a tolnai óvodák is. Az 5 telephelyen működő intézményben idén összesen 16 csoportot indítottak, ez egyel kevesebb, mint tavaly. A tavalyi októberhez képest idén körülbelül 40 gyerekkel lesz kevesebb. Ez ugye adódik abból is, hogy kevesebb gyermek van Tolnán, illetve abból, hogy az idei évben nagyon sok olyan gyermek van, aki ilyen november után és márciusig tölti be a harmadik életévüket, és ezek a szülők nem biztos, hogy hozzák, mert azoknak a gyermekeknek majd csak 24 szeptemberétől lesz kötelező az óvoda. Tolnán tehát rendben elkezdődött a 2023-24-es tanév. Az óvodákba és az általános iskolákba több száz gyereket irattak be. Regionális híreink következnek. Terv a pécsi buszos problémákra, a Fidesz rendbe tenni a tömegközlekedést a pécsiek segítségével. Ételek, öltözetek, zenék, táncok, nemzetiségi fesztivált tartottak Pécsen. Szombaton még strandidő, vasárnap már kicsit hűvösebb, kiránduló idő várta a Balatonhoz látogatókat. A pécsi helyi buszközlekedés rendbetétele a célja a városi Fidesznek, erről beszélt a párt közgyűlési frakció vezetője hétfőn. Csizmadia Péter szerint bérrendezés, új járműflotta, valamint energiatermelő napelemparkok tehetik gazdaságosabbá és kényelmesebbé a szolgáltatást, ehhez azonban szükség van a többség támogatására a jövőben. Jelenleg a pécsi helyi járatú buszközlekedés okozza a legnagyobb problémákat, amivel nap mint nap találkoznak az itt élők, ezért változásra van szükség, mondta a városi Fidesz frakció vezetője hétfőn. Ma Pécsen a tömegközlekedés nem más jelent, mint járatkimaradásokat, alulfizetett, túlterhelt sofőröket, jegyáremeléseket és egyre csökkenő szolgáltatási színvonalat. Ezért álláspontunk szerint változásra van szükség, mégpedig gyorsan. 2024-ben a pécsiek arról is dönthetnek, és arról is dönteni fognak, hogy ezt a kilátástalanságot szeretnék-e tovább nézni és tapasztalni a mindennapokban, vagy pedig szeretnének részeseivé válni annak, hogy együtt felszámoljuk ezeket az anomáliákat. Ezért három pontból álló javaslatcsomaggal áll elő a helyi Fidesz. A legfontosabb a sofőrök anyagi megbecsülése, Csizmadia Péter szerint. Színvonalas bérezés nélkül ugyanis nincsen színvonalas pécsi tömegközlekedés, sőt egyáltalán nincs. Ezért a mi javaslatunk az, hogy haladéktalanul emeljük meg a helyi járatú tükebusz sofőrök bérét, és igazítsuk legalább a helyi konkurens távolsági busztársaság a Volánbusz sofőreinek a béréhez.
Ezzel reményeink szerint megállítható a sofőrök további elvándorlása, ami a járatkimaradások egyik legfőbb oka. Ezzel akár újabb járművezetőket is meg lehet győzni, hogy érdemes a helyi buszközlekedési céget választaniuk. Így pedig a megszüntetett vonalakon is újra lehet majd buszközlekedés. Új járművekre is szükség van a Tükebusznál, ezért korszerű flotta építését kezdenék meg. Mai kor kihívásainak megfelelő, fenntartható, kényelmes és környezetbarát elektromos buszflottára. Ezért a mi vállalásunk az, hogy amennyiben a pécsiek bizalmat szavaznak nekünk, akkor a következő 10 év pécsi beruházásai közül az egyik zászlós hajó projekt kell, hogy legyen, hogy fokozatosan lecseréljük a jelenlegi dízelflottát egy tiszta elektromos flottára. Ez a számítások szerint mintegy 15 milliárdos járművásárlást jelentene. Az elektromos buszok üzemeltetését pedig városi napelemparkok létesítésével teszik fenntarthatóvá. Mindezzel rendbe teszik a pécsi tömegközlekedést, és biztosítják a pécsiek számára a helyi járatú buszokra megváltott jegyekért és bérletekért járó valódi szolgáltatást, mondta a frakcióvezető. Ehhez kérik a pécsiek támogatását a jövő évi választáson. Mint ismert, a Tükebusznál működő egyik szakszervezet szerint akár sztrájkot is hirdethetnek most ősszel, ha nem emelik a buszvezetők bérét. Tavaly a sofőrök 10%-a hagyta el a céget a rossz anyagi körülmények miatt, mondja az érdekképviselet. Az önkormányzattal rendelkező pécsi nemzetiségek mutatkoztak be a város főterén szeptember első hétvégéjén. Itt a látogatók megismerhették a különböző kultúrák öltözeteit, zenéit, táncait, miközben kóstolót kaptak az adott népcsoport hagyományos ételeiből is. Nemzetiségi fesztivál hirdeti a plakát a pécsi Széchenyi téren. A bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, valamint szerb és az ukrán helyi önkormányzatok mutatták be kultúrájukat, ételeiket szombaton a város főterén. A felállított színpadon népi tánc együttesek műsorait láthatták az eseményre érkezők. Az idei évben és minden évben főként kulturális programmal készültünk, amiből éppen most egy részletet hallhattok, láthattok. A fellépőink Deszkről érkeztek, Szeged mellől, illetve a továbbiakban, hogyha megnézitek kicsit a standunkat, akkor egyéb kulturális termékeket láthattok, kalendárokat, újságokat és egyéb kétnyelvű és szervnyelvű kiadványokat. Továbbá gasztronómiai dolgokat kínálunk. Nem maradhatott el a horvát önkormányzat standja sem, akik szintén igyekeztek minél több mindent megmutatni a kultúrájukból. Ez a harmadik vagy a negyedik alkalom, amikor itt vagyunk a Széchenyi téren. Mindenki megpróbálja bemutatni egy kicsit a működését, mindenki hoz valamilyen fellépőt, amit a nagy színpadon lehet majd látni egészen 8 óráig, és mindenki megpróbál egy kicsit megmutatni gasztronómiai különlegességeit. A német önkormányzatnál is készülöttek a vendégek fogadására. A nemzetiségi tanácsban érdekegyeztetés, egyéb dolog az már több évtizede folyik közösen a város szinterén, de ez a kulturális együttélés, ez gyakorlatilag egy pár éves múltra tekint vissza. Ez az üzenete is talán ennek a napnak? Igen, itt az előbb volt, hogy a megnyitó volt, és elhangzottak ezek a szavak, hogy Pécs városa hagyományosan Magyarországot tekintve az egyik legszínesebb város ilyen tekintetben, a legtöbb nemzetiségi önkormányzat a mi városunkban, talán a fővárosban van ennyi, de ugye az érthető is, hogy ilyen sokan vannak, és hát ez az üzenete, hogy ennyi nemzetiség, ennyi nyelv, ennyi kultúra egymás mellett meg tud élni, és ezáltal maga a város is gazdagszik. Színes öltözetek, a stand előtt fonott kosarak. Az asztaloknál nagy edényekben pedig a cigány lecsó, mellette a cigány kenyér. A roma önkormányzat látványos bemutatóval érkezett a fesztiválra, finom ételeket kínálva. Vármegyei önkormányzatnak a támogatásával valósult meg a mai nap. Elhoztunk egy népviseletet, amit bemutatunk, hogy milyen népviseletbe öltöztünk annak idején. Illetve egy foglalkozást is, ugye, ami a leghíresebb, amit nagyon ismernek minket, hogy régen mi a kosárponásról is híresek voltunk, illetve más mesterségekkel is dolgoztunk, illetve a kostoldától kértünk a segítséget, hogy a mai napon hozzon nekünk húsos lecsót, de kétfajta húsos lecsóval is készültek, egy csirkével is, meg egy sertéssel is. A Pécsi Nemzetiségi Fesztiválról egy hosszabb összeállítást kulturális magazinunkban láthatnak majd nézőink.
Szombaton még strandidő, vasárnap már kicsit hűvösebb, kiránduló idő várta a Balatonhoz látogatókat. Az első szeptemberi hétvégén sokan választották úti célul a magyar tengert. Siófokon megtelt sétálókkal a kikötő, de a szállodák sem panaszkodhattak. A kicsit hűvös idő ellenére is sokan pihentek, sétáltak, fotózkodtak vasárnap a siófoki rózsakertben és a kikötőnél. Most egy kicsit borús, de nagyon kellemes idő van. Ma jöttünk még, úgyhogy sokat nem tudtunk nézni, hanem majd itt van még az a 6 nap akkor. Aki tehette, kihasználta a kellemes időt még a balatoni pihenésre, kirándulásra. Gergőik Budaörsről érkeztek hétvégére Siófokra. Itt van egy nyaralunk, ahol így még a utolsó időszakot a nyárból ki szeretnénk élvezni. A hajózást is sokan választották. Ez a hajó Balatonfüredről érkezett Siófokra, majd indult is vissza utasokkal az északi partra. Hétköznapra tudok ajánlani esetleg 2 éjszakára szabad helyet. Ez pedig már egy siófoki szálloda. Itt a 2019-es és 2022-es sikeres nyárhoz hasonlóan idén is jó szezont zártak, de a szeptemberi foglalások is biztatóak. A szeptemberi időszak hétvégéi már teljesen megteltek, hétköznapokra van még néhány szabad szobánk. Azt érzékeljük, hogy azok a vendégek, akik esetleg a nyári időszakban külföldi üdülést választottak, őszre visszatértek a magyarországi szállodákba, így a miénkbe is. Programokból pedig ősszel sincs hiány a Balatonnál. A kulturális események mellett az aktív és a gasztroturisták számára is találni kikapcsolódást a magyar tengernél. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket, még egyszer röviden. Saját rokonát verte át milliókkal, gyerekkora óta segítette az áldozat az elkövetőt. Fejlesztések a Wunderland óvodában, napelem került az intézmény tetőszerkezetére. Szabadtéri tüzek a tavalyi évhez képest sokkal kevesebbszer riasztották a lánglovagokat Tolnavár megyében. Feltöltötték az üres helyeket, rendben elkezdődött a tanév a tolnai iskolákban és óvodákban. Szerdán is sok napsütés, többnyire derült ég, gyenge keleties irányú légmozgás lesz a jellemző. Délen a hőmérséklet már helyenként elérheti a 30 fokot, éjszaka is marad a derült, eseménytelen időjárás. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!